Ez a pálya ez sokkal gyorsabb, és nagyobbat pattan a labda, mint nálunk a rekordtámpálya Kiskunfegyházan. Valami nagyon szép a környezet is, és nagyon, nagyon gyors. Tehát gyorsan lehet rajta csúszni és futni meg minden. Nyolc éve teniszezek Kiskunfegyházan, és apukám tanított teniszezni. A magyar bajnokságon párosba első helyezést értem el, egyénibe pedig második, és kiemelt versenyen pedig kétszer párosba is, meg egyénibe is megnyertem. Én 2,5 évesen kezdtem teniszezni apukámmal, meg Dömével, akkor még öcsém még nem született meg. A legjobb eredményeim 4-szeres magyar bajnok vagyok, 7-szeres vidék, és 2-szer nyertünk a párommal nemzetközi versenyt. Ők versenyzők, élsportolók, több magyar bajnoki cím, nemzetközi bajnoki cím, mind a két gyerkőc volt Európa-bajnokságon. A célunk elsősorban az, hogy sportoljanak, az, hogy idáig jutottunk, az így közben kialakult. Azt mindig hangsúlyozom, hogy nálunk a tanulás az első, a sport a második. Most már azért nem azt mondom, hogy felcserélődött a sorrend, de alakul a dolog, mert nem gondoltam, hogy ilyen szintig eljutunk. Nekem nagyon tetszik ez a fajta pálya, már gyorsabb, és akkor így a kemény pályás versenyekre is jobban tudunk felkészülni. Nem annyira tapad a lábam, mint egy igazi kemény pályánál, vagy ami otthon van nekünk rekordtámpályán. Ez egy rekordtámpálya, ez ismerős nekünk ez a pálya, nálunk ezt inkább kemény pályának hívják, ugyanakkor sokkal rugalmasabb, mint egy normál kemény pálya, és úgy gondolom, hogy ez az ízületeket sokkal jobban kíméli, mint egy kemény pálya. Nagyobbat pattan rajta a labda, nagyobbat ugrik, de éppen ezért talán könnyebb is rajta teniszezni. Tehát amatőröknek én kifejezetten ajánlom ezt a pályát. A versenyzőknek pedig kiváló. Vidékbajnokságon csapatgyőztes vagyok, magyar bajnokságon harmadik párosban, és Pliensztéri csapatbajnokságot is nyertem már. Szuperligában szeretnék játszani, és ha ezt befejeztem, akkor pedig edzősködni szeretnék.